Köszöntöm a kedves hallgatókat, Fekete Rita vagyok, a műsor szerkesztője pedig Jobb Rodé, és nagy tisztelettel köszöntöm vendégünket, Borvendég Zsuzsannát, a Magyarság Kutató Intézet Tudományos Munkatársát, történészt. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm a hallgatókat! A témánk pedig az lesz ma, hogy az amerikai Egyesült Államok hogyan viszonyult Magyarországhoz, Magyarországnak a szovjetizálásának az idején, tehát a második világháború után, amikor besorolódott az ország hazánk, úgymond a szovjet érdekszférába, akkor mindezt hogyan szemlélte a nyugat, és hát ezen belül az Egyesült Államok, mert nyilván ő volt a, a nyugatnak akkor is a vezető hatalma, aki meghatározta azt, hogy milyen politikát folytassanak, gondolom. De akkor itt a Második világháborúnak a lezárása után ő, hogyan alakultak itt a viszonyok, és teljesen világos volt mindenki számára, hogy például Magyarország hova fog kerülni ebben a formálódó, kezdődő, hát mondjuk úgy, hogy hidegháborúban, de majd kijavít, mint történész, hogy éppen honnan is a hidegháborút. Igen, tulajdonképpen ez le volt osztva, már altában eldölt, hogy hogy lesz itt a, a két nagy birodalom, ugye a Szovjetunió és az Egyesült Államok érdek szférájának a leosztása. Lehetett tudni, hogy azok a területek, amelyekre a Vörös Hadsereg fog beérkezni, azok a területek szovjet fennhatóság alatt fognak állni. És a nyugat nem is nagyon próbált ezzel ellen tenni, tehát elfogadta a szovjet érdekszférát, a szovjet fennhatóságot ezeken a területeken. Persze itt volt egyfajta kérdés, egy nyitott kérdés, hogy ezeknek a területeknek a megszállása az végleges marad-e, hogy a szovjetizálás, tehát a szovjet rendszer ráerőltetése ezekre az országokra milyen formában fog megtörténni, meg fog-e? történni egyáltalán, vagy valami más jellegű vazallus kapcsolat lesz a megszállt országok és a Szovjetunió között. Tehát azért nyilván lehettek itt nyitott kérdések. De azt is lehet tudni, hogy azok a, azok a ö, politikusok nyugaton, azok a külpolitikával foglalkozó, meghatározó személyiségek, akik értették, hogy mi folyik a világban, azok nagyon jól tudták, hogy ezek nem kérdések. Ott van például a Kenan, ö, aki, aki hosszú időt töltött Moszkvában, tehát nagyon jól ismert a szovjet rendszert belülről, és ő, ő már ekkor, már 46-ban az úgynevezett hosszú táviratában megfogalmazta azt, hogy, hogy a szovjeteket nem szabad tovább engedni, nem szabad az általuk, tehát a Tulajdonképpen az amerikai politikának ahhoz kell tartania magát, hogy a szovjetek véletlenül se szerezzenek nagyobb befolyást Európában annál, mint amit eddig a háború lezárásáig kénytelen kelletlen megszereztek, vagy át kellett engedni nekik. Ebből született aztán a feltartóztatás politikája, aztán Amerika hirdeti meg 46 ban ami arról szól, hogy nem szabad a kommunista birodalomnak a terjeszke ter tovább terjeszkedését Engedni. Van ebben valami halvány félreérthető utalás arra, hogy akár a megszállt országok megsegítését, tehát a Szovjetunió visszaszorítását is gondolhatták ebben a feltartóztatás politikájában az amerikaiak, de a valóság az, hogy, hogy, nem. Tehát ez kiderül utána a politikájukból, meg a történésekből, hogy ezt nem gondolták komolyan. Tehát ők elfogadták azt, hogy a szovjetek által megszállt területek a szovjet érdekszférába fognak tartozni. Egy egy lényeges pillanat, vagy szempont volt számukra az az, hogy ennél tovább a bolsevizmus ne terjedjen. Tehát megálljon ezeknél a határoknál. Ugye 46-ban Churchill kijelenti, hogy a vasfüggöny lezáródott, tehát teljesen megoszlik a világ, tehát Európa, de hát tulajdonképpen későbben az egész világ két nagy térfélre, és és a későbbiekben Amerika nagyon sokáig tartja is magát ehhez. Tehát nem, nem is próbálja ezeket a népeket megsegíteni a szovjetek ellen, még akkor sem, ha ideológiában, tehát a politika felszínén, nem mondhatja ki nyíltan, hogy ők elfogadják ezeknek az országoknak a szovjetizálását. Szovjet részről viszont az a, az a megközelítés, tehát Stálin számára nyilvánvaló, hogy ezek az országok, ezek nem maradnak függetlenek a szovjet befolyástól, nem akar szovjet tagköztársaságot csinálni ezekből az országokból, mert azért az nagyon nyíltan felvállalt provokáció lenne akár Amerika ellen is, de de, hogy ilyen vazallus szerepbe fogja őket kényszeríteni, és a kommunista párt hatalmát mindenhol elősegíti és megszilárdítja, ez nem kérdés számára. De amit mégis megenged, mert ugye katonai erőfölény, akkor, hogy azonnal szovjetizálhatná ezt a térséget, mégsem történik meg. Ugye van egy pár év átmenet. Ez meg azért van, mert ugye 45-ig van egy szövetségi rendszer a nyugati hatalmakkal a náci Németország legyőzésére. És ez a fajta szövetségi rendszer, bár mindenki tudja már a háború utolsó időszakában, hogy ennek már Németország el fog bukni előbb-utóbb, tehát Németország elveszíti a háborút, és az új ellenség, az a Szovjetunió lesz a nyugat számára, és fordítva. Tehát nagyon jól tudja Amerika is, meg a Szovjetunió is, hogy ők az igazi ellenségek ebben a játszmában. És amikor véget ér a háború, de a szövetségi rendszer még van, ugye 47-ben kötik meg a párizsi békéket, addig, 47-ig a Szövetséges Ellenőrző Bizottság, amely egy szövetségi rendszer tulajdonképpen az amerikai, a brit, a francia a hatalmak és a Szovjetunió adja ezeknek a, a tagságát és a megszállt országokban, illetve az volt német csatló, a német ország és a, a szövetségesei országaiban ezek a szövetséges bizottság gyakorolja tulajdonképpen a tényleges hatalmat. És, és már ebben is látszik, hogy itt nálunk például egyértelmű, hogy a szovjet erőfölény van a szövetség és ellenőrző bizottságon belül is, de akkor is csak itt, tehát akkor is van egyfajta nyugati kontroll, el kell játszani azt, hogy itt a szovjetizálás, tehát a kommunista párt hatalomra jutása egy demokratikus úton történik, tehát a magyar társadalom megszavazza, vagy ezt kívánja, ezt az utat választja önként. És ennek a szerepnek lesz a következmény, ez az átmeneti koalíciós időszak. Na de, hogy itt egy kicsit még mélyebben belemenjünk, ez mit jelentett a gyakorlatban? Tehát Amerika és Magyarország között akkor semmilyen kapcsolat nem volt, se diplomáciai, se egyéb más ilyen külkapcsolat ebben az időszakban, tehát a világháború után. A magyar-amerikai diplomáciai kapcsolatok nagyon érdekesen alakulnak, tehát nem lehet 45-ben teljesen elzárni ezt. Hát eleve rengeteg amerikai érdekeltség, gazdasági érdekeltség van Magyarországon 45-ben, meg, meg hát előtte, de ezek a, ezek a cégek az államosításig amerikai tulajdont képeznek. A kommunista párt számára az nem csak a. a az államosítások miatt, tehát a kisajátítás miatt, de ideológiai szempontból is nagyon fontos, hogy ezeket a nyugati érdekeltségeket kiszorítsák. Ugye itt van egyfajta Kicsit felfokozott kém tevékenységtől a félelem, tehát van egyfajta ellenségkép túlhajtása is, amiért az ilyen nyugati vállalatok, különösen az amerikai érdekeltségeket úgy állítják be, mintha kém központok lennének adott esetben. Ami persze egy hidegháborús térféren ez nem irracionális, azért ezt hozzá kell tenni zárójelben, de nyilván az a túlhajtás, amit a magyar kommunista párt mögé tesz, az, az kicsit túlzás. de de nem azért fél... ez, ez, a, ez a e, tulajdonképpen a propaganda része. Valahogy a magyar e, társadalmat meg kell győzni arról, hogy az amerikai imperialisták azok gonoszok és kizsákmányolók szemben mondjuk egy, egy kommunista rendszerrel, tehát ezért van egyfajta propaganda Amerikai ellen és az amerikai vállalatok ellen, aminek azt lesz a következő, hogy az lesz a kifutása, hogy nagyon komoly koncepciós perek Indulnak meg gazdasági perek. Ugye ott van a, a standard per. De ott van a magyar amerikai olajipari társaság, a MAORT. Amely, amely, szintén egy, egy, kulcskérdés a kommunisták számára, hiszen Magyarország olajkészlete bár nem olyan jelentős, de a Magyar Kommunista Párt számára egy rendkívül fontos bevételi forrás. És, a, és az alai olajmezők, ugye ez a magyar-amerikai közös vállalat tulajdonában vannak, ennek a kisajátítása is előrevetít egy koncepciós pert, sokkal könnyebb úgy ki utasítani Amerikát, vagy az amerikai tulajdonost, hogy bebizonyítjuk, hogy szabotást követnek el, hogy, hogy kémkednek, hogy mindenféle gazdasági károkat csinálnak tudatosan az országnak. Tehát, és elkezdődnek a koncepciós perek. És a Ezeknek a koncepciós pereknek aztán az lesz a következménye, hogy, hogy a diplomáciai téren a két ország közötti viszony az rendkívül módon elhidegül. Tehát amikor letartóztatnak egy amerikai állampolgárt Magyarországon, és azt se lehet tudni, hogy éppen ő horraboskodik, vagy mi van vele, és Amerika hiába próbál mindenféle diplomáciai úton ennek a, ennek a mérnökembernek lehet, tehát kiszabadítani őt tulajdonképpen, is nem sikerül, akkor ez nem csak, hogy diplomáciai kudarc Amerikának egyébként a saját belország, a saját társadalma számára is, de hát nyilvánvaló, hogy a két ország közötti viszonyt végletekig feszíti. Soha nem volt korábban Amerika is Magyarország között olyan rossz a diplomáciai kapcsolat, és olyan, nem voltak olyan mélyen ezek a, a viszonyrendszerek, mint az 50-es évek elején ezeknek a gazdasági pereknek a következtében. Ugye a világháború után a legfontosabb kérdés részben, vagy az egyik legfontosabb kérdés, amit meg kellett oldani Magyarországon, az az infláció kérdése volt, mert nagyon magas volt az infláció. És azt olvastam, hogy a 46, tehát 46 környékén vezetik ugye be a forintot. 46 ami, augusztus elsője, így van. Igen, ami, amiben azért Amerika segített. Ez, ez megállja a helyét, ez az információ, és ha igen, akkor hogyan? Igen, olyan, de azért ez is egy, egy kicsit árnyaltabb bennél, tehát arról van szó, hogy 44-ben, amikor közeledik a front, ugye a keletről jön a vörös hadsereg, akkor a szállosi kormány kimenti a Magyarország aranykészletét. Nem akarja, hogy megkaparincsák, a szovjetek. És elindítják az aranyvonatot Ausztria felé, Németország felé, de hát Ausztriáig így jut el, és itt ez a, tulajdonképpen ott van az ország teljes, az a Magyar Nemzeti Bank teljes aranytartaléka ezeken a vonatokon, és egyébként más értékek is vannak, mert zsidó családoktól elzabrált vagyonokat is mentenek ki siék, így nem feltétlenül ezen a vonaton, mert azt úgy tudom, hogy talán két vonat indul, vagy három, és valahol találkozunk vagy az a terv, hogy találkoznak Németországban vagy Ausztriában, tehát, hogy itt elindul a vagyon kimentés. A szent koronát is. Így mentik a magyar nemzeti bank aranykészletével együtt ki az országból, és Amerikában ez az arany, hát Ausztriában ez az aranyvonat amerikai kézbe kerül. Szerencsére egyébként nem a szovjetek kezébe, és Amerika megőrzésre ezt átveszi, ahogy a koronát is, a Magyar Nemzeti Bank arany tartalékát is. És megkezdődnek a tárgyalások elég hamar, hogy miután vége lesz a háborúnak, hogy a koalíciós kormány visszakéri mert ez, ez, magyar nemzeti kincs tulajdonképpen, ez Amerikának nincsen joga, nem tarthatja háborús zsákmányként, hadizsákmányként magánál, és, és valóban az aranytartalékot visszajuttatja Magyarországnak 46 nyarán Amerika, és ez a, az MNB-nek az aranykészlete lesz a forint fedezete és így lehet bevezetni a forintot. Tehát így valóban segít Amerika, de tulajdonképpen azt adják vissza, ami amúgy is az országé volt. És ugye ekkor a koronát viszont nem a magyar uh, szent korona, az amerikai uh, őrzésben marad továbbra is, azt nem adják vissza. Ez is egy nagyon érdekes, uh, és a továbbiakban majd biztos beszélünk a Magyarország és Amerika viszonylatában a szent korona kérdése, és ugye 78-ig húzódik ennek a megoldása. De egyébként mennyire tartottak igényt a kommunisták a Szent Koronára? Ők ugye ezeket a nemzeti jelképeinket, meg a nemzeti ünnepeinket nem sokra tartották egyébként. Így van, ez egy nagyon érdekes dolog náluk, mert azért van egyfajta, főleg 45 után közvetlen, tehát koalíciós időszakban, van egyfajta késztetés arra, hogy vissza hozasság, tehát a kommunista párt is hajlik arra, hogy visszakérjük a Szent Koronát. Nagyon érdekes, hogy akkor a kis párt, Nagy Ferenccel az élen akadályozza, meg is azt mondja, hogy nem. Egész egyszerűen azért nem, mert féltik a koronát, tehát a, a fizikai épségét féltik a szovjetektől. És és ekkor a kommunista párt csak azért, hogy a saját legitimációját megerősítse, akkor még, még úgy, úgy benne lenne, hogy jöjjön vissza a korona Magyarországra. Aztán onnantól kezdve, hogy átveszik, ugye kialakul az egy pártrendszerű diktatúra Magyarországon, onnantól kezdve már nem értekük, nem is nagyon feszegetik, de addigra már annyira mélyen van a magyar-amerikai viszony, hogy esély sincs igazán ennek a tárgyalására, de a kommunistáknak így van, nem is érdekel, mert egy olyan szimbólumrendszert hozna haza a Szent Korona Magyarországra, aminek a, tehát a történelmi hagyomány, a, 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 a Nemzeti identitásnak a, a kérdése, amely a szent koronát, a, a, amely megtestesül a szent koronában, ezt ők teljesen el akarták taposni, el akarták felettetni az emberekkel, tehát féltek a koronától. De lehet, hogy kicsit leragadok itt ennél az időszaknál, de hogy hogy mégis világosodjon ez a kép. Tehát 45-től 47-ig van egy koalíciós kormány Magyarországon, ugye a független kisgazda párt nyeri meg az első választást a világháború után, de ragaszkodik Oroszország, Szovjetunió ahhoz, hogy a kommunista párt a koalícióban kormányozzanak. És utána 47-ben jön a már említett kék cédulás választás, ahol hát azt lehet olvasni, hogy nyílt csalással nyeri meg ugye a kommunista párt a választásokat. Ebben a koalíciós időszakban még volt egyfajta ellenzék, még akkor is, hogyha nagyon, nagyon kevés mozgástere volt. Arról lehet esetleg tudni, hogy ezzel az ellen, ennek az ellenzéknek voltak egy nyugati kapcsolatai? Tehát volt ebben az időszakban még esetleg arra remény, hogy mondjuk, most már tudjuk, hogy a történelemben a 47-ben mi történt, de hogy mégis más irányba forduljon el az ország kereke. De... Egy, egy, annyit pontosítanék, ugye, hogy itt az ellenzék, az nem, ez egy koalíciós kormány, tehát itt kormánypártokról van szó, effektíve nem, ez, ellenzék, nem de, tehát mm -hmm. ez, ez, a fajta ellenzék, amiben ma gondolkodunk, ugye nem erről van szó, nem arról van szó, hogy a polgári pártok nyerik meg, kisgazda párt az első, de hát a, a, magyar kommunista párt 45. november 4-én 17,5 ot kap talán. Szemben a több, talán 57 százalék, 50 valahány százalék a kisgazda párt, és ott vannak még még a szocdemek, ugye ott van a, a polgári párt, tehát ott a parasztpárt, tehát vannak több párt alkot koalíciót, és ez úgy, úgy, jön, hogy még a választások előtt a szebb vezetője, Vorosi jelenti, hogy itt, csak, bármi lesz a választás eredménye, csak koalíciós kormány kormányozhat. Tehát innentől kezdve már a 45-ös választás is azért manipulált. A 47-es választás meg teljesen el van csalva, a kettő között pedig van, hogy mekkora mozgástere van a koalíciós kormánynak, ez vitakérdés egyébként a szakmán belül mai napig. Ugye arról van szó, hogyha azt mondjuk, hogy ez egy determinált helyzet, hogy a szovjetek mindenképpen szovjetizálják az országot, bárhogy is dönt a magyar nemzet, akkor ezzel a szemlélettel tulajdonképpen elimináljuk azoknak az embereknek a, a, az akarat, át és a hihetetlen belefektetett energiáját abba, hogy ők fölépítsenek egy demokratikus rendszert Magyarországon. Tehát nagyon nehéz ennek a megítélése. Én azt vettem, azt hogy nem az én fogalmam. M. Kis Sándor professzor úr szokta mondani, hogy ez egy fenyegetett demokrácia időszaka volt. Tehát, hogy volt egyfajta demokratikus berendezkedés, volt a, polga, a politikai pártoknak némi mozgástere, de a demokrácia fenyegetve volt, hiszen a kommunista párt a tényleges hatalomja korláshoz szükséges pozíciókat, azokat az első pillanatban elfoglalta, tehát de facto azért az történt ebben az országban, amit a kommunista párt el akart érni, ezt elérte a szovjetek támogatásával. De mégis volt valamiféle mozgást értett, a, a polgári pártok nagyon bíztak abban, hogy ez, a, ez az exlex állapot, ami jelenleg van, az csak addig fog fent állni, amíg alá nem írják a békeszerződéseket. Hogy a békeszerződések aláírásával kötelezni fogják a szovjeteket arra, hogy a hadsereget vonja ki. Magyarországról, és ha a, hadsereg innen, a vörös hadsereg innen kivonul, akkor lehet tartani egy demokratikus választást Magyarországon, is ki lehet építeni valamiféle demokráciát, nyilván egyfajta függőségi helyzetben a szovjetektől, de mégis lesz valamiféle autonómia. Ebben bíznak a Politikai, vagy hát polgári pártok bíznak abban, hogy ebben támogatást fognak lelni nyugatról. És egyébként a kisgazda politikusok meg is próbálnak, próbálják fölvenni a kapcsolatot a nyugati um, kormányokkal a béketárgyalást, illetően, mert itt még az is kérdés, hogy a trianoni határokkal mi lesz. Tehát hogy lesznek az új határok? Itt nem egyszerűen csak az ország politikai berendezkedése, de még a területi kérdések is ott vannak, és és a Nagy Ferenc például egy tesz egy körutat ezzel kapcsolatban, 46-47-ben, hogy jársz a Moszkvában is, azzal kapcsolatban, hogy, hogy Moszkvának van egy olyan elszólása, hogy ugye a románok utolsó pillanatban állnak át az oroszokhoz, és, és Erdélyel kapcsolatban van egy olyan megállapításra Moszkvának, hogy részben vagy egészben Erdély Romániához fog tartozni a háború után. És ez a részben vagy egészben, ez megvillant egyfajta lehetőséget a magyar kormány számára, hogy talán a párciumot, vagy valamit, tehát a szín, színmagyar területekből egy részt talán meg tudunk tartani, és, és ezért például Amerikába is elutazik Nagy Ferenc, és Amerikában is tárgyal erről, de Párizsban is tárgyal, és gyakorlatilag nem, nem kap, nem kap ígéretet, nem kap támogatást. Erről nem. Amerika úgy van vele, hogy ez itt is lehet látni visszatolok az hogy azért Jaltában eldöntötték, hogy hogy vannak itt a, az érdekviszonyok, azt mondja, hogy Moszkva. Ha Moszkva beleegyezik, ha Moszkva azt mondja, hogy számára ez megfelelő, akkor mi nem tiltakozunk. De hát Moszkvában nincs erre való diakarat, tehát nem kívánják a trianoni határokat felülvizsgálni, és akkor ugye ennek az lesz a vége, hogy még a trianoni határoknál is rosszabb pozícióba kerülünk, mert három települést elveszítünk Pozsony környékén. Na most akkor beszéljünk arról, amikor a 47-es választások, tehát az a kék cédulás választásokon győz, nyer a Kommunista Párt, és innentől számolhatjuk végül is ezt az tehát a, a kommunista diktatúrát Magyarországon. Tehát a történész, hogyan határozza meg innentől ezt az időszakot? Ugye itt, itt jön Rákosi Mátyásnak a fő szerepe végül is ebben az időszakban, és akkor érdekelne, hogy majd itt hogyan alakulnak a viszonyok. Igen, kommunista diktatúra, de mondom, ez, ez, kérdéses, hogy én, én már ezt 44 őszétől ennek nevezem. Vannak történészek, akik csak 47 után, illetve 48, mire ugye ez egy pártrendszer hivatalosan, 49-ben, tehát de jóre 49-től van egy pártrendszer Magyarországon, a 47-es választások után ugye rákényszerítik a szocdemeket az Egyesülésre, 48-ban létrejön a Magyar Dolgozók Pártja, úgyhogy, és ezt a törvényileg meg 49 fektetik le, hogy egy pártrendszer van, úgyhogy gyakorlatilag 47-től kezdve itt már, itt már tényleg a kommunista diktatúra gyakorlatilag kiépül, még van egy-két feladat, amit el kell látni, az államosítások még nem zajlottak le teljes egészében, de gyakorlatilag a hatalom egyértelműen az ő kezükben van már. És akkor változik innentől fogva bármi? Vagy ugye most beszéltünk arról, hogy a diplomáciai viszonyok mennyire hűvösek voltak már az ezt megelőző pár évben is, például a Nyugattal, meg az Egyesült Államokkal. Innentől akkor ez befagy, ilyen állapotban ez a viszony? Igen, nagyon-nagyon sokáig és nagyon. Tehát a, a blogból a legrosszabb diplomáciai kapcsolata Amerikával Magyarországnak van. De én tehát a szovjet amerikai kapcsolatokban nem látok annyira beletelt kevésbé, de szerintem még annál is rosszabb a magyar-amerikai kapcsolat. Tehát az amerikai követség az olyan szinten van korlátozva Magyarországon, ami nem jellemző a többi ország, tehát a többi blogbeli országra, a létszámot is meghatározza a magyar állam, hogy hányan dolgozhatnak az amerikai követségen, is teljes felügyelet alatt vannak. Követik őket, megfigyelik őket, amennyire erre lehetőségük van, bár azért ez a technikai megoldások még nem tartanak ott, hogy simán le lehessen hallgatni mondjuk kívülről nyilván, de azért mindent megtesznek azért, hogy teljes kontroll alatt legyen. Az amerikai követségen dolgozok, tehát a diplomáciai testület, és és nincsen. Tehát ilyen, fa, ennyire szoros megfigyelés alatt, és ennyire szoros kontrollat a többi országban nincs az amerikai követség. É, és ha már említette a, töb, a más, más blokkhoz tartozó más országokat, ott miért volt ez enyhébb? Ez, ez attól függött, hogy a magyar vezetés, tehát a magyar kommunista pártnak a vezetése volt úgymond ennyire jó szovjet igen, tehát ezt szokták mondani, hogy Rákosi Mátyás volt Sztálin legjobb tanítványa. Tehát nyilván ebben benne van egy ilyen rendkívül ortodox és rendkívül kemény vonalas bolsevizmus, tehát a, a, az Amerika ellenes propaganda hihetetlen méreteket ölt, de Amerika részéről is, tehát azért itt azt gondolom, hogy két ö, ö, szereplős ez a játszma, tehát nem lehet elfelejteni Amerikát is. Amerika egy nagy hatalom számára, a, a Szovjetunió és a csatlós államok nem azt mondom, hogy egységet képeznek, de mindenképpen Magyarország ezen belül egy elég jelentéktelen kis foltocska, mint területileg, mint népességileg. Tehát ha a szatelit államokat nézzük, akkor nyilvánvaló, hogy Amerika számára mondjuk fontosabb lehet egy Lengyelország, aki elég uh, hosszú határvonallal is rendelkezik uh, a szovjetek felé, vagy egy Románia, amelynek nagyon jó nyugati kapcsolatai vannak hagyományosan, főleg a frankofon országokkal. Tehát, hogy, hogy Magyarország szerintem nagy politikai szinten Amerikának nem jelentős. Tehát nem, nem igazán próbálja, nincs érdeke abban, hogy ezeket a, a, azt a viszonyrendszert enyhítse, vagy ezeket a kapcsolatokat fölmelegítse. Megítse. Tehát én szerintem ezért is van, hogy ennyire fagyos, hogy nem akar rajta, nem, nem számít neki, hogy ezen változtasson. Aztán persze menet közben ez változik. Ugye 56-55-ben Magyarország elnyeri az ensz tagságot. És úgy tűnik, hogy ebből a diplomáciai elzárkózásból ebből, ebből kap egy kis teret, tehát ebből kiléphet egyfajta nemzetközi térbe ö, emelik ezzel Magyarországot, és megindul és ekkor Amerikával is egy, egy valamiféle kommunikáció. Ugye eleve 53 után, amikor Sztálin meghal, ez a fajta fagyos hidegháborús, a hidegháború tulajdonképpen legfagyosabb szakasza lezáról. És elindul egyfajta tapogatózás a két nagyhatalom között, hogy hogyan lehetne e, valahogy egy, egy ilyen élhető e, státuszt kialakítani, és, és ebben részt vesz Magyarország is. Tehát kitörni ebből, a, ebből a, az elzárkózásból, vagy, az, vagy a, ebből az elszigeteltségből e, lehetőséget kap az ország. És akkor itt jön az ENSZ tagság 55-ben, és e, akkor ilyen szempontból beüt a krak, jön 56, és nem, nem 56 a, a diplomáciai viszonyrendszerben a krak, hanem ami utána következik. Tehát az, hogy, hogy Kádár a szovjetek segítségével vagy egy leveri a szabadságharcot. Na most ez megint egy olyan választóvonal, hogy az a fajta enyhülés, ami nagyon-nagyon minimálisan, de megkezdődik, Végzetesen lefagy, és megint ott tart az amerikai-magyar diplomáciai kapcsolat, hogy, hogy szinte semmi nincs. Ugyanis a, ugye a szabadságharca, önmagában az 56-os forradalom egy nemzetközi politikában egy kulcskérdés lesz akkor. Mint mondtam, előtte Magyarország nincs a térképen Amerika számára, 56 teszi fel a térképre Magyarországot és ez a az a szovjet-amerikai viszony kapcsolatokban is ez egy, ez egy hát, hogy is egy kulcs, kulcs fontosságú kérdés mert Amerika mint a szabadság képviselője, a, ugye most is szereti magáról azt a képet elhinteni az egész világban, hogy a világrend fenntartója, a világrendőre, aki a demokráciát és a szabadságot szállítja a világ népeinek. Azért ez a fajta megközelítés, vagy ez az önképe Amerikának már ekkor az 50-es évek közepére azért úgy kialakulóban volt, és számára az, hogy elfogadni egy ország szabadságharcának az eltiprását. Tehát amikor a, a, magyar nép azt mondta, hogy mi ezt nem akarjuk, nem, nem vagyunk hajlandók a szovjet rendszerben élni, és másfele orientálódunk, kilépünk a Varsói Szerződésből, és a többi, tehát deklaráljuk, hogy mi el akarunk szakadni a szovjet blokktól, akkor az az állam, aki a feltartóztatás politikáját meghirdette néhány évvel korábban, hogy nem szabad engedni a bolsevizmus tovább terjesztését, annak az államnak kötelessége lenne megsegíteni ezt a kis országot. Hiszen az első világháború után is ugye meghirdették a nemzetek önrendelkezési jogát, ha csak azt nézzük, hát, hát, most ő rendelkezne, de hát segítség nélkül nem fog tudni szembeszállni a világ legnagyobb hadseregével. Tehát kialakul szerintem az amerikai társadalomban egyfajta tudathasadás lesz, tehát az emberek biztos, hogy szeretnék ha a magyar népet megsegítenék, méltónak is tartják rá, meg hát hatalmas nagy szeretettel fogadják a pesti srácok hősiességét világszerte, nem csak Amerikában, hanem szerte a nyugaton. És ezzel szemben ott van az amerikai nagypolitika, ami a felszínen hirdet valamit, de a gyakorlatban azt, azt ő nem gondolja komolyan. Tehát tisztában van azzal, hogy ha, ha Magyarországnak segít, akkor az nyílt konfrontációvá válhat a két nagy hatalom között. És akkor lehet ezt azzal indokolni, hogy el akar kerülni egy atomháborút, ugye addigra már a Szovjetunió is atomhatalom, tehát lehet ilyenekkel érvelni, de de bárhogy is érvelek, akkor is ott van egy kilóga lóláb, mondhatnánk, hogy hogy a, a propaganda, a felszín és a, 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 a tényleges politikai szándék az egyáltalán nem egyezik. És ez egy, ez egy komoly törés az amerikai társadalmon belül is, itt Magyarországon meg főleg. Tehát a, azt tudjuk, hogy a Pestis az azok komolyan gondolják, hogy Amerika segíteni fog. Hát azért tudják, azért folytatják a harcot. Tehát teljesen kilátástalan lenne különben a küzdelem. De ugye tudjuk, hogy a, Szabad Európa rádióban is jönnek olyan üzenetek, ami egyértelműen ugye az amerikai hírszerzésnek az egyik szócsöve, hogy jönnek olyan hírek, hogy igen, Amerika, Amerika segíteni fog, tartsatok, még kijövünk, és a magyarok kitartanak. És, és, és ez a fajta csalódás, az amerikai hatalomban szerintem alapvetően meg fogja határozni a magyar történelmi tudatot. Egy olyan élmény lesz, amely kifoghatni évtizedek múlva is, vagy akár a mai napig kihat a tudatunkban a, a nagyhatalmakra való gondolásunkban. Tehát mi nem bízunk. Mert rájöttünk, hogy nem bízhatunk sem a szovjetekben, sem Amerikában. És ez, 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 ez egy magyar attitűd lesz. És ugyanakkor az amerikai társadalomban pedig ott van, hogy ugye a Time magazin oldalán van a Pesti srác, tehát hogy hatalmas nagy. Hírértéke van annak, hogy itt, hogy itt a magyar tulajdonképpen szinonimája lesz a szabadságvágynak, meg a szabadságküzdelemnek egy rövid ideig, ekkor Nyugat-Európában. És ezt viszont nem lehet nem valahogy lekommunikálni amerikai részről. És nagyon érdekes, hogy ez egy, egy apró történet, de nagyon jól rávilágít ennek a bonyolultságára, hogy van egy amerikai milliárdos, úgy hívják, hogy Cyrus Eaton. És egy Rockefeller bankáznak az embere, tulajdonképpen a Rockefellerek építik őt föl. Az 50-es évek közepére ő már egy multimilliárdos olajvat társasága van, vasúttársasága, média birodalma, tehát egy tipikus öm, 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 nagy tőkés tulajdonképpen. És az 50-es évek közepén ő valószínűleg a mögött álló gazdasági érdekkörnek megfelelően, tehát itt most akár a Rockefellerekre gondolok, vagy különböző tőkés társaságokra, Rájönnek, hogy ha megkezdődik most Stálin halála után az enyhülés és a két birodalom közötti kapcsolat kiépítése, akkor ez gazdaság, gazdasági vonatkozásai lesznek, és itt elsőként kell lépni. Tehát hatalmas piacok, hatalmas gazdasági lehetőség, ezt meg kell lovagolni. És a Cyrus Eaton lesz az egyik ilyen uh, szimbólum, vagy, vagy figurája, aki ezt így el is utazik egyébként Moszkvába. volt a saját birtokán látja vendégül, tehát itt nagyon komoly, legfelsőbb szinten van együttműködés. Igen ám, de Cyrus Heaton, a saját társadalma, az amerikai társadalom mélységesen elítéli ezért, hogy azzal a Khrushchevval katerkázik, aki szétlőtte Budapestet egy-két évvel korábban. Hogy hát ezt hogy? Hát elvállalhatatlan. és hatalmas támadások érik őt amerikai részről, és akkor rájön, hogy az a megoldás, hogy Kádár Jánost kell fésülni. És hogyha Kádár Jánost és a Kádári Magyarországot Bemutatja úgy, mint egy jó példát, tehát, hogy a magyarok, hát lehet, hogy 56-ban, nem tudom, a szovjetek leverték, és hát Kádár a szovjeteknek köszönheti a hatalmát, de a magyar nép érdekében, a magyar nemzet érdekében elképesztő energiákat fordít arra, hogy a saját hazáját és a népét felemelje, akkor innentől kezdve el lehet homályosítani 56 traumáját, és el, el lehet fogadtatni azt, hogy ez a Szovjetunió már nem az a Szovjetunió, ez már nem nem a Stálin féle kommunizmus, ez már egy egészen új, emberarcú, humánus, élhető világ, és hogy ezekkel nem bűn gazdasági kapcsolatot kiépíteni. És a Cyrus Seaton megjelenik Magyarországon 59-ben, és felajánlja Kádárnak, hogy ő szívesen ellátogat, megnézi, hogy itt mi a helyzet, és utána egy, a saját média birodalmán belül egy nagyon pozitív képet fog lefesteni Kádárról és Magyarországról. És, és megkezdődik ezzel egy olyan propaganda hadjárat kádár mellett, amihez egyébként a társutas újságírók Nyugat Európában is csatlakoznak kádárik rá is erősítenek, nagyon tudatosan a céllal kitalálják ezt a gulyás kommunizmus narratíváját, hogy ez már messzebb vezet, de valahol itt kezdődik ennek a, az emberarcú szocializmusnak a meghirdetése. Nyugat-Európában, amit a nyugati társadalom pedig elfogad és elhisz. Hát Cyrus Hitton olyanokat mond, hogy hát ö, olyanokat nyilatkozik ebben az időben, így az 50-es, 60-as évek fordulóján, hogy hát ő járt Moszkvában, ő járt Magyarországon, hát Magyarország az maga csoda, hogy ott milyen magas életszínvonal van, és milyen boldogan élnek az emberek, és hogy hát ő maga is hát egy kapitalista tőkés és nyilván nem érte egyet a szocializmussal, ez nem az ő világa, de hát a magyarok maguknak választották, hát ők akartak ebben élni, hát mi nem vonhatjuk kétségbe az ő szándékukat, az ő választásokat, nekünk ezt így kell elfogadni. Tehát egy ilyen rendkívül hazug és cínikus narratívával gyakorlatilag le lehet csillapítani az amerikai társadalmat is. Na hát még nagyon-nagyon sok kérdésem lenne, de öt percünk van hátra, úgyhogy én azt javasolnám, hogy majd azokban inkább menjünk bele picit mélyebben, akár 56, akár Nagy Imrének a megítélésébe, mert szerintem az is külön megérne egy jó pár percet, és nem szeretném, ha csak itt két mondatban lenne összefoglalva. Úgyhogy most inkább elköszönök, és kérem, hogy majd folytassuk. Borvendé Zsuzsanna, uh -huh. a Magyar Kutató Intézet tudományos munkatársa, a történész volt a vendégem. Köszönöm szépen. Én is köszönöm.